A taxitársaságok már tavasszal a koronavírus járvány első hullámában is hatalmas kihívásokkal szembesültek. A veszélyhelyzet júniusi megszüntetésével fellélegezhetett az ágazat, a belföldi turizmus nyári fellendülése pedig valamelyest kompenzálni tudta a vállalkozások bevétel kiesését. Az alig több mint egy hete életbe lépett kijárási tilalom, valamint a bezárt turisztikai egységek miatt azonban a tavaszihoz képest is nagyobb forgalom kiesést könyveltek el a társaságok. Ezt a második hullámot azt gondolom, hogy jóval nehezebben fogjuk átvészelni, és még nem tudom, hogy meddig tart ez a zóna, ez az időszak, hiszen pár napja érezzük ennek a hatását. Hát lesújtóak a számadatok. Az előző hetekhez képest az éjszakai órákban, tehát este 8 és reggel 5 között közel 70%-kal csökkentek a hugaszámok, ami nem meglepő, hiszen kijárási tilalom van, és csak az lehet az utcán, vagy az közlekedhet tulajdonképpen, vagy behet bárhova, aki azt igazolni tudja, és arra megfelelő dokumentumokkal rendelkezik. Az eddigi segítségen túl, amelyet a kormány a veszélyhelyzet első ütemében biztosított a turisztikai ágazat valamennyi szereplőjének, akik közvetett és közvetlen módon a turistákból éltek, a taxisok a mostani második ütemben is várják a kormánytól a mentőövet. A szövetség elnöke is egyetért abban, ez feltétlenül szükséges a legtöbb vállalkozás talpon maradásához. Azok az intézkedések, amik az elmúlt fél évben történtek a kormány és bizonyos önkormányzatok részéről, azok azt gondolom, hogy jó irányt mutattak, nagyon nagy segítség volt az adózásnak a felfüggesztése, a kata adónemnek a 4 hónapi könnyítése, az óriási segítséget jelentett a vállalkozói szférának. Én azt gondolom, hogy a második hullámban egy hasonló intézkedési csomagra szükség lenne. A javaslatok között szerepel például az iparűzési adó elengedése, valamint az elektromos taxipályázat meghosszabbítása is. Ezt megelőzően a hónap elején már érvénybe lépett egy támogató intézkedés, amelynek értelmében a 10 éves korhatárt elérő járművek is maradhatnak a forgalomban. Az egy kimondottan nagy segítség volt, amit bele is vezettek, hogy 2022. december 31-ig, akinek abban az időtájban éri el a kocsi a 10 éves korhatárt, vagyis a 20 március 1-től és 22. december 31 között, akkor az kitolódik 2022. december 31-ig a 10 év miatti autócsere. Ugye ez segítség, mert ugye ez az időszak alatt nem nagyon fogunk tudni dolgozni. Aki éppen úgy áll, hogy autócserél, de hát ez egy pár taxist érint, de ez is segítség mindenképpen. Ahogy a Szabolcs Taxi ügyvezetője fogalmazott, arányaiban Nyíregyházán is közel akkora visszaesés tapasztalható a fuvarok számában, mint a fővárosban. A társaságnál már az is felmerült, hogy bezárja éjszakai ügyeletét. Erre végül azért nem került sor, mert sok esti műszakban dolgozó utas számít a továbbiakban is a szolgáltatásra.